Dideregve katonakabátját összefogva ül egy férfi a Szent István Műveledési Ház udvarán egy sziklán. Jóni Géza katonaköltő, ahogy Nagy Benedek szobrász művész az utókornak megörökítette. Az idei megemlékezésen ő idézte meg az első nagy világégés fájdalmas történései idején a 33. születésnapján elhunyt költő emlékét, illetve alkotása megszületésének történetét. A legnagyobb ellenfője és hangos bírálója volt a háborúban. Most ha a Krasznojarszki verseit ismerte volna a nyugatos magyar író társadalom, akkor egészen más véleményt alkothattak volna, mert azokból a versekből kiderül, számomra legalábbis, hogy Jóni Géza egy kiváló költő volt. A bensőséges hangulatú megemlékezésen Jakubek Tiborné, a Szent István Művelődési Ház igazgatója elevenítette fel Márai Sándor gondolatai nyomán a Krasznojarszki hadifogolytáborban elhunyt költő sorsszerű verseiben megfogalmazott üzeneteinek a jelenben is érvényes igazságait, amit a ma emberének is tudnia kell, hiszen Jóni Géza és Honvéd bajtársai a hazát szolgálva szenvedték meg az első nagy világégés poklát. Hol vannak a katonák? Kérdezi a világháborús dal szerzője. A válasz a harcterek jelöletlen sírjaiban és a hősi temetőkben. A háború nem csak azért a legnagyobb szerencsétlenség, mert az emberi életet millióig pusztítja el. Egy járvány, az időjárás változása is elsöpi az ember élete százezreit, hanem sokkal inkább az emberi lélek és műveltség területén végzett vészes pusztításai miatt. Kremnicki Géza és Mudrich Anett dalokkal tekintett vissza a költő tragikus sorsára, amelyből megismerhettük Jóni Géza testamentumát, amely ma is a szabadságvágyának kifejezője, elgyötört lelkének üzenete, velünk élő történelem.